Bika. Október. Második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Különleges ez az időszak, hiszen október 14-én napfogyatkozás, október 23-án holdfogyatkozás, tehát nagyon-nagyon karmikus ez az időszak. A bikákat azért már békén hagyja a maga a karma, kész. Átmentek a vizsgán a bikák, de erről lesz külön videó majd októberben, erre az időszakra. Nos, nézzük, pozitívum először is, valami kiugrott. Na nézzük, mi lehet az? A pihenés, a szabadság, a regenerálódás szükséges. Óvatosan. Ugye október, a betegség az itt van velünk, egy kis nátha, egy kis láz. Óvatosan. Jó? Tehát időben kell pihenni. Ez négyes, ez kardok. Van egy ilyen gyönyörűséges királyunk. Királyunk. Ez a király nagyon gyakran vagy kos, vagy oroszlán, vagy nyilas. Botok, tűzenergia dominál. Egy ilyen személy fontos szerepet játszhat az életünkben. Na nézzük csak. Ezek úgy külön-külön kiugrottak. Mit akarnak nekünk még üzenni ezek a kártyák? Pozitívum, pozitívumot nézzük. Nagyon ugrálnak a kártyák a kezemben. Na nézzük. És itt a királynő. És ez is kard. Ez a királynő nagyon gyakran vagy ikrek, vagy mérleg, vagy vízöntő. Éles eszű. Tehát olyan, mint a penge. A kard az maga a beszéd, a kommunikáció, az írás például. Valamilyen fontos dolgot vagy megtudhatunk, tehát ez maga az információ, vagy ez a királynő felnyithatja a szemünket, például, lehet, hogy egy ilyen állapotban vagyunk, megálltunk, és nem látunk, nem hallunk, akkor ez a királynő például segíthet nekünk. Kettő darab személy van itt, vannak körülöttünk emberek, vannak, tehát vannak segítők. Ez a királynő lehet még akár orvos, ügyvéd. Ez a király motiválhat minket nagyon. Ő maga a vezér. Ez a királynő meg valamilyen szakmai tanácsot adhat például. Nagyon jó, hogy itt vannak. Ja, hát igen, egyébként ez a kártya, ez a négyes, ez mutathat betegséget. Akkor lehet, hogy ők segítenek nekünk. Legyen az testi betegség, vagy lelki betegség, tehát van segítség körülöttünk, mellettünk. És egyébként ez a kártya a megállás kártyája is, ez a négyes. Lehet látni a kártyán is, hogy az illető fekszik, tehát semmit nem csinál. Fekszik. Tehát ez a várakozás. Ez a bizonyos karmikus folyosó, a napfogyatkozás és a holdfogyatkozás között, ez ilyen. Várni kell. Tehát ez nem a cselekvés időszaka, de erről, ahogy mondtam, majd külön beszélek. Nos, akkor megyünk tovább. Pozitívum, pozitívum. Kettes. Ó, de jó. A tervek. Nagyon jó tervezni. Ez az időszak határozottan a tervek időszaka. Tervezni, megtervezni a következő lépés, akár az egész életünket. Nagyon jó. A választás van miből válogatni. Jönnek a lehetőségek? Igen. Tűzenergia dominálé, tehát a botok, tűzenergia. Az jó, van akarat. Nos, hercegnő, azaz apród. És megint kardok. Milyen érdekes. Tűzenergia. Ugye itt a király, és itt a kettes, és kardok.
van akarat, és itt az ész is. Tehát az erő és az ész. Kettő az egyben. Csodálatos. Csodálatos. Ez a kártya, ez mutat például tanulást is. A tanulók kártyája. A kard is, az maga a tanulás. Az ész. A logika. Nagyon jó itt tanulni. A dokumentumok is ide tartoznak például. Az információ, de jönni fog valamilyen fontos információ, valamit megtudunk. Valamilyen fontos dolog. És egy királynő, mennyi sok ember személy vesz minket körül? 1, 2, 3, 4. 4. Királynő. Rák, halak, vagy skorpió elsősorban. Ő nagyon anyáskodó. Nagyon gondoskodó. Ki lehet önteni neki a lelkünket. Ő lehet egy pszichológus, lehet egy orvos. Ez a kártya maga a gyermek kártyája is, ez a hercegnő, vagy az apró. De gyermekeket szokott mutatni ez a kártya. Lehet a gyermekünknek a tanítónénie például. Vagy az óvónénie. Nagyon sok személy van körülöttünk, és ez pozitívum, mind pozitívum. Tehát van segítség. Nem vagyunk egyedül. Nyolcas. És megint kardok. És megint kardok. Aha, levegő energia. Na most, ez maga a félelem, ez maga a depresszió például. Van segítség, tehát kiút ebből a nehéz helyzetből. Ha netán már most valaki egy ilyen helyzetben van, mert ugye a depresszió azért nem olyan kellemes dolog, sőt, akkor van segítség. A korlátozás is ide tartozik például. Tehát kettő darab egyébként korlátozás van itt. Van egy négyes és egy nyolcas. Mind a kettő kártya korlátoz minket valamiben. Tehát jön a megszabadulás. Tehát bármi lehet ez. Lehet ez egy toxikus párkapcsolat, vagy egy munkahely, amit ott szeretnénk hagyni, mert nem szeretjük ezt a munkahelyet, de valami miatt még ott kell lennünk. Hitelünk van, és ez egy biztos jövedelem ebben a pillanatban, tehát bármi lehet. Na most szeretném felhívni a figyelmeteket. Közelebb hozom megint ezt a kártyát. A szeme, az be van kötve a hölgynek. Össze van kötözve a teste, de a lába a szabad. Tehát határozottan ott lehet hagyni ezt a bizonyos helyzetet, és tovább lehet lépni. Igen, igen. Egyébként ez az időszak a bikáknak, ez maga a lezárás lesz. Tehát ez lesz az utolsó pont, vagyis a pont az íre, tehát az utolsó csepp a pohárban, és tényleg itt most már békén fogják hagyni a bikákat ezek a karmikus dolgok, tehát itt lesz a megszabadulás, és van segítség. Nagyon érdekes. Nos, megnézzük a negatívumot, mi van ott. Mi az, amit el lehet kerülni? 9-es nagy árkánum. Lehet, hogy van egy titok a háttérben. Titok. Az egészségügy azért ide tartozik, tehát az egészségünk. Érdemes orvoshoz fordulni? Igen, hiszen például ez is lehet orvos, ez is lehet orvos. Megnézzük. 10-es kelyhek. Ez maga a boldogság. Nagyon kellemes kártya, viszont negatívumot nézünk. Veszélyben lehet a családi béke például. Egy családi titok lehet a háttérben. Valamilyen titok. Egy családtag valamit eltitkolhat.
Viszont ott a lámpás, ott a lámpás a kezében, tehát fény derülhet a titokra. Nem biztos, hogy fogunk örülni ennek a titoknak. A családfa kutatása például, az is ide tartozik ez a remete kártyához. Megyünk tovább, van egy hercegünk. A botok tűz energia. Hoznak híreket ezek a lovagok. Valami tényleg kitudódhat itt. Valamit megtudhatunk. Megyünk tovább. Hetes. A ti energiátok. Vártam már ezt az energiát, ez maga a pénz, ugye? A hetes. És ez maga a várakozás. És ez az időszak is ilyen, hogy várakozni kell lesz. Türelem. A türelem kártyája. Türelmesnek kell lenni. Lehet, hogy várunk egy pénzösszeget, egy kifizetést, de még valamiért nem fog jönni ez a pénz. Picit türelmesnek kell lenni. Egyébként mindenkinek ebben az időszakban. Azért nehéz ez az időszak. Hatos, tűzenergia, botok, hatos, a győzelem. Tehát a győzelem valamiben még nem fogjuk elérni azt a bizonyos sikert. Valamiben. Lehet ez akár egy vizsga is, mert a kártyapakli alján ott van a végítélet. Lehet ez egy vizsga. Lehet, hogy nem sikerül levizsgázni. Semmi baj. Megyünk még egyszer. Tehát nem tragédia, jó? Tehát itt tragédiáról szó sincs. Persze, kellemetlen, ha például egy vizsga nem sikerül, de nem dől össze a világ. Megyünk tovább. 9-es, és megint tűzenergia, tehát meg kell lesz védeni magunkat. Tehát ez maga a védekezés. Megvédeni magunkat, vagy a családunkat, vagy a párunkat például. Például a családunk nem fogadja el az új párunkat. És meg kell védeni. Ránk zúdulhatnak a problémák például. Hát ez maga a védekezés. Jó? 2 darab 9-esünk van egyébként, ugye ez nagy árkánum, ez kis árkánum, az összes kis árkánum, az összes 9-es kis árkánum, ez alatt a kártya alatt fut. Jó? Ahhoz, hogy megoldjunk egy problémát, egy bizonyos problémát, lehet, hogy érdemes nekünk elvonulni egy picikét. Kell egy picikét az a bizonyos magány, hogy a gondolatokat is a fejünkben úgy helyre tegyük, hogy tisztázunk valamit magunkban például. De érdemes ebben az időszakban nem kapkodni, nem sietni. A türelem rózsát terem. Ez tényleg most erre az időszakra nagyon-nagyon nézzünk csak még egyet. Itt van még egy kártya, paklin. Még egyet. A pozitívumra azért kíváncsi vagyok én még. Jó, még egyet húzunk. Nagyon sok ember van mellettünk. De még egyet húzunk. Még egyet. Csodálatos a szerencsekerék. Ennyi, kész, nincs kérdés. Tehát a szerencse forgandó, a sorsfordulat az itt van, és jön a szerencse, és jön a fortuna, a mi oldalunkon lesz. Ennyi. Hát egyébként a Jupiter, az most a bikákban tartózkodik, a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója. Jó? Tehát Jupiteres kártyát kaptunk, szerencse.
Szerencsés fordulat, szerencsés pillanat, még ha jön a nehézség is, akkor is valamilyen szerencsés módon valahogy vagy elkerüljük, vagy megoldunk valamit, vagy mások megoldják helyettünk. Hát itt vannak egy, kettő, három, négy darab személy. Tehát szerencsések leszünk. Zseniális. Jó. Direkt tartogatom itt magam mellett ezt a plusz kártyapaklit, ha valamire még talán kíváncsi vagyok. Nos, még egy információt kérünk szépen. Még egy információ. Kettes kardok. Nos, hát ilyenek legyünk ebben az időszakban. Egy kicsikét szkeptikusnak kell lenni. Egy kicsikét meg kell kérdőjelezni mindent. Jó? Például itt jöhet egy jó ajánlat, gyorsan jöhet, hogy figyelj, de fektesd be a pénzedet, mert ez maga a befektetés is. Jó? Várjunk. Ne kapkodjuk el. Valamilyen turpisság lehet a háttérben, mert azért itt a titok. Jó? Óvatosan. 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 Ne legyünk jó hiszeműek. Legyünk kicsit kritikusak. Tartsunk távolságot. Jó? Egy picit óvatosan ebben az időszakban. Várjunk, jön egy ajánlat, kérjünk időt. Gondoljam át a dolgokat. Kardok, megint csak kard. Maga a gondolat, maga az ész. Maga a józanész, a kettes. Ez a választás, megint van egy kettesünk. Alszok rá egyet. Leveszem a kötést a szememről. Kettő darab ilyen kártyánk van, ahol a szemünk be van kötve. Tehát még nem tudunk valamit, valami nem világos előttünk. Vagy lehet, hogy nem akarjuk tudni, akkor érdemes levenni a kötést. Vannak itt segítők, főleg ez a királynő, ez a kard királynő, ki tud minket józanítani, le tudja venni azt a kötést a szemünkről, fel tudja nyitni a szemünket. Ajaj, de még mennyire? Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!